Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kei Máté az Nemzetközi Klímapolitikai Intézetéből. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az előbb dr. Ferenczi Orsolyával már a klímáról beszéltünk, de akkor ez az ön tárcája. Nézzük meg, hogy ezek a klímaváltozások, illetve hisztérikus, kiszámíthatatlan változások folytatódni fognak, vagy mi okozza ezt, vagy hogy lehet ezt megoldani? Hát alapvetően a klímaváltozásnak az érzékelhető jelenségei, tünetei, azok a későbbiekben is fönt fognak maradni, sőt, minden előrejelzés szerint súlyosbodni fognak. Ennek az oka az, hogy van természetesen az éghajlatnak... Az előrejelzés szerint elnézést, és ez egy ilyen keleti stúdió, hogyha időnként én közbe vágok, elnézést kérek, azok most nagyon veszélyesek. igen, de ezt biztosra lehet venni, ugyanis az éghajlat természetes változékonysága mellett van egy emberi behatás a jelenleg tapasztalható éghajlatváltozáson. Számít vagyunk mindenek az oka, hogy élünk. Nem, az természetesen nem probléma, hogy élünk, és én azt gondolom, hogy az se probléma, amit sokan hangsúlyoznak, hogy ennyien élünk ezen a földtekén. Alapvetően ami a probléma az, hogy az iparosodás óta az energia szükségletünk egy jelentős részét azt fosszilis energiahordozókból elégítettük ki, vagyis szenet, olajat, földgázt égettünk ahhoz, hogy energiához jussunk. Akkor térjünk át a nukleáris energiára, és akkor a probléma meg van oldva. Alapvetően ez egy jó elképzelés lenne. A probléma az, hogy a nukleáris kapacitások építése az csak fokozatosan és lassú ütemben tud megtörténni. Jelenleg körülbelül a villamosenergia termelésnek a 10%-át elégítjük ki globálisan nukleáris energiából. És akkor is, hogyha fölkapcsoljuk azokat, amiket most lekapcsolták, vagy folytatjuk azoknak az építését, amiket már megkezdtek? Nem, nyilvánvalóan ezzel lehetne gyorsítani az ütemét a dolognak, és azért azt látjuk, hogy a nukleáris energiának a megítélése főként Európán belül meglehetősen kettős volt. Ezt hasonlíthatjuk úgy, mint az ipari forradalmat, hogy voltak, akik nem akarták? Vannak olyanok, akik kézzel-lábbal tiltakoznak ez ellen? Természetesen ennek vannak történelmi előzményei, gondoljunk csak a géprombolók mozgalmára. Ha azt mondom, hogy ipari forradalom, ő rájuk gondol. Igen. Tehát azt lehet mondani, hogy alapvetően van egy iparosodás elleni, vagy inkább azt mondom, hogy kicsit talán lehet ezt ilyen modern civilizáció elleni mozgalmi jellegnek is tekinteni, amely egyre nagyobb teret nyer, ami azt mondja, hogy az ember maga a probléma. Tehát az, hogy ennyien vagyunk, az, hogy ennyit fogyasztunk, az, hogy egyáltalán benépesítettük a bolygót, és hogyha a történelmi időszakokban megnézzük az emberi tevékenységet, sokkal kisebb volt a ráhatása az ökológiai rendszerekre, és sajnos, mondják ők, ez az ő narratívájuk, sajnos az ember a természetén nem is tud változtatni, és akármennyire lesz előre haladott a technológia fejlődése, mindig nagy tehertétel leszünk a bolygó számára. Bizonyítékaink vannak, hogy tudunk változtatni, ha csak megnézzük azt, hogy a gyerekek nevelik az őseiket arra, hogy kell szelektálni, hogy inkább mosogatógépet használni, mindenféle kütyüket föltalálunk, hogy egy csepp víz ne menjen kárba, elkezdünk gazdálkodni az energiáinkkal, a mindenféle távkapcsolásokkal, hogy a fűtés akkor kezdődjön, amikor, és. Tehát tulajdonképpen idomíthatóak vagyunk mi, meg tudjuk őrizni, amit megteremtett az örökkévaló. Én ezzel maximálisan egyetértek, sőt, hogyha megnézzük az emberiség történelmét, sokan sokféleképpen próbálják magyarázni. Van egy úgynevezett Kondratyev ciklus elmélet, ami azt mondja, hogy az emberiség... Kondratyev, igen. Az emberiség történelmét az iparosodás óta valójában a technológia váltások hullámai határozzák meg. Ez indul gyakorlatilag a gőzgép feltalálásával, és most már a sokadik hullámnak vagyunk egy ilyen tetőpontján, ami az infokommunikációs technológiának a térnyerésével gyakorlatilag az emberiséget egy soha nem látott magasságba emelte. Az űrtől kezdve gyakorlatilag a tengerek mélyéig már mindenhová betette az ember a lábát, és olyan erőforrásokhoz tudunk hozzáférni, ami gyakorlatilag a korábbi történelmi korokban elképzelhetetlen volt. És van ennek egy jelenre vonatkoztatott kiterjesztése, amit egy Marco Villanius nevű finn jövőkutató
a Jövő nyomában című könyvében írt meg, ami azt mondja, hogy gyakorlatilag az energiahatékonyság, illetve az erőforrásokkal való sokkal tudatosabb gazdálkodás indukálja a következő ciklus. Tehát a következő technológiai ugrás az az lesz, hogy a jelenleg meglévő, egyébként valóban véges erőforrásokat hogyan tudjuk okosabban használni, és ez gyakorlatilag az emberiség fennmaradásának a kulcsa. Én ebben hiszek, személy szerint, én azt látom, hogy a technológia fejlődése... Elég logikusnak is tűnik. Igen, igen, tehát hogyha megnézzük mondjuk a termőterületeknek a nagyságát, az egy adott dolog a Földön, azt nem nagyon tudjuk már tovább bővíteni. Viszont a közgazdászok, különböző számítások vannak erre vonatkozóan, de azt mondják, hogy jelenleg 40-60%-os kapacitással használjuk ki ezeket a területeket. Tehát, hogyha precíziós technológiával, sokkal tudatosabb erőforrás menedzsmenttel állnánk hozzá ezekhez a meglévő területekhez, anélkül, hogy tovább terjeszkednénk, akkor is még legalább 60-40%-os további termésmennyiséget tudnánk előállítani. Ez azt jelenti, hogy jelenleg már kb. 8 milliárdan vagyunk a Földön, és itt az előrejelzések szerint ez tetőzni fog olyan kb. 10-11 milliárdnál. Ezt a mennyiséget is bőségesen el tudjuk látni élelemmel, úgy, hogy jelenleg kb. 30%-a a megtermelt élelmiszernek az kárba vész. Tehát már most is van egy 30%-os többlet, amit megtermelünk, de nem hasznosul. Itt egy pillanatra meg kell, hogy állítsam, de ahhoz, hogy ne legyen ennyi élelem például, ami a szemétbe kerül, ahhoz egy ideológia változásra is szükség van. Ahhoz szükség van, hogy egy kibucszerű, a kibuc polgár az elmegy a kantinba, és egy pár tornacipőt vesz el magának, mert egyszerre nem kell három, pedig elvehetne hármat is. Amikor lemegy az étterembe enni, akkor két szelet kenyeret vesz el, vagy egyet, mert tudja, hogy annyira van szüksége, és holnap, hogyha szüksége van, akkor elvehet még egyet. Tehát az a sok élelem, ami a szemétbe kerül, és nem kerül oda az állatokhoz meg semmi, csak proper a kukába. Tehát egy teljes filozófiai változásra van szükség. Igen, igen, igen. Én azt mondanám, hogy abszolút a fejekben is változtatni kell, meg kicsit rendszer szinten is. Mit értek ez alatt? Egy korábbi organikus közösségben valóban, amit az ember nem fogyasztott el, azt lehet, hogy az állat elfogyasztotta, vagy ha nem, akkor komposztálták és kikerült végül a földekre. Tehát volt egy olyan zárt rendszer, amiben az erőforrások azok nem vesztek kárba. Ebből a közegből kiszakadtunk, sokkal atomizáltabb lett maga a társadalom, az egyén az nem feltétlenül kapcsolódik organikusan be ezekbe az ellátási láncokba, ezen lehet változtatni. De valóban, ahogy szerkesztő úr is mondta, fejben is kell változtatni. Én itt viszont nem gondolom, hogy akkora nagy ilyen tragikus váltásra lenne szükség. Az inga kilengett egyik irányba és a másik irányba. Az én szüleim és nagyszüleim generációja még nélkülözésben nőtt föl. Sok gyermek, sok éhes száj, ezt valahogy etetni kellett, nem mindig sikerült. Azért gondoljunk bele, például a nagyszüleim generációja, most saját magamról beszélek, ott azért a világháború, illetve az azt követő újjáépítés időszaka nagy nehézséget okozott. Természetes, hogy az így fölnövő generációknál az inga a másik irányba lenki. Ennek majdnem igaza is lehetne azzal, amit mond, és muszáj megakasztani. Plusz-minusz majdnem olyan egy kicsivel előbbre szóló generáció tagja vagyok, ugye? Habár mindketten kopaszok vagyunk, de a szocioekonomiai igényeinek egy régi nagy magyar családnak, ahol 6-8 gyerek volt, mégis mindenkinek volt mit enni, és volt egy ünnepi ruhája és egy hétköznapi. Egy tipikus zsidó, istenhívő családnak, ahol ugyanannyi 8-10 gyerek volt, a szocioekonomiai igénye az volt, hogy legyenek neki könyvei, amiből tanulhat, legyen neki templomba menni, tehát istentiszteletre menni egy ünnepi gúnyája, és legyen egy hétköznapi. Tehát a jóléti társadalom egyéb kütyűire nem csak, hogy nem telett, hanem nem arra összpontosítottak. Tehát igaz, hogy voltak háborúk, amik megtizedelték, sőt, a nagy háború, a második világháború teljesen hazavágta az egész emberiséget szemétmódra, embertelenül. De tényleg voltak szegény emberek, akik ezeknek a következménye, de voltak olyan szegény emberek, akik nem voltak lelki szegények, hanem gazdagok voltak, és mégis lettek belőlük tudósok, annak ellenére, hogy nem biztos, hogy a zserbóba jártak csokizni.
Igaza van, és oda akartam ezzel az egész gondolatmenettel kiukadni, hogy a korábbi szemlélet szerint a jólétnek volt egy nagyjából körülhatárolható kerete, amit el lehetett érni azzal az erőforrás lehetőséggel, ami adott volt. Viszont a nélkülözés és közben az erőforrások drasztikus megnövekedése azt okozta, hogy a pazarlás vált a jólétnek a szinonimájává, és a korábbi generációk, sőt még az én generációm is a túlfogyasztás tekinti természetesnek és a jólét mércéjének. Na most itt a fejekben lehet változtatni, hogy nem feltétlenül az a jólét, amikor az asztalt meg tudom úgy pakolni, hogy annak a fele az biztos, hogy a kukába fog menni, hanem annyit fogyasztok, amelyre valóban szükségem van, de azt ki tudom élvezni. A boldogságérzet az ugyanúgy meg lesz, viszont nem biztos, hogy az erőforrásokat túlhasználjuk. És valóban itt azért lehet változtatni abban is, hogy mennyiben a materiális dolgoknak a fogyasztása az, amit a jólétnek a definíciója, és mennyiben mondjuk az... Ez a származás kérdése, én tudom, hogy amikor diszidáltam, akkor és a vadkapitalizmusba kerültem, és ahol voltam 30 évig, eleinte mindent meg akartam venni, majd szépen, nagyon lassan, de szépen rájöttem arra, hogy nem kell, mert először is nincs hely otthon, másodszor is holnap is meg lehet kapni, és lehet, hogy nincs is rá szükség. Tehát ha megnézzük azt, hogy a street fashion, tehát hogy mennyi rengeteg teljesen fölösleges ruhát halmozunk föl, és itt jön be, a szocializmusban volt egy olyan, hogy tudományos ismeretterjesztés. Ha elmondanánk a magyar népnek, hogy ez a street fashion mennyi energiát, mennyi vizet, mennyi kihasznált embereket, akik bagóért dolgoznak, és utána bekerülnek a szekrényre, és utána a kukába, és utána felmosorolnak se jó, akkor meggondolnák, tehát itt egy nem csak filozófiának, hanem egy oktatásnak is kellene, hogy legyen. Igen, ezt próbáljuk elvégezni. Pont a divatipar az egyik legnagyobb szennyező ilyen könnyűipari ágazat, és erről többször írtunk cikket, többször nyilatkoztunk. Én a legnagyobb bűnének egyébként ennek a fast fashionnek nem is azt tartom, hogy mekkora a vízlábnyoma, vagy mennyi anyagot használ. Valóban az egyik az az, ami a humanitárius oldala. Tehát gyakorlatilag a nyugati, és azt mondom, a globális északi országok látszat jólétét a jó rész déli régiónak a kizsákmányolása teremti meg. Ezt világosan látszik. A másik viszont az az, hogy itt történik egy óriási nagy bűntétel a természet, és azt gondolom egyébként, hogy az erőforrás gazdálkodással szemben a nem használt, föl nem vásárolt készleteket sokszor elégetik. Azért, hogy ne lehessen utólag... Az árat tartsák. Pontosan, ne lehessen utólag nyomott áron vissza csatornázni a piacra, és ne legyen konkurenciája a korábbi kollekció a jelenlegi kollekciónak. Tehát ezen a gyakorlaton mindenképpen változtatni kell. Amiről ön is beszél, az gyakorlatilag az a szemléletváltás, ami már egyre inkább jelentkezik itthon is, hogy az úgynevezett lineáris gazdasági modellről egyfajta körforgásos gazdasági modellre álljunk át. Ez azt jelenti, hogy a korábban kitermelt nyersanyagok, abból valamilyen termék gyártása, fogyasztása, az eljuttatása, és utána kukába helyezése helyett az egyébként már tovább nem használható terméket, azt vagy javítsuk, amennyiben lehet. Az is lehet, hogy egyébként semmi baja nincs, csak már én nem akarom tovább használni, akkor teremtsük meg a lehetőséget, hogy más tudja tovább használni. Most fogom megakasztani. Túl tudományos, amit mond. Nagyon jó, de túl tudományos. Én a következő megállapításra jutottam, és vegyük alapul a Közel-Keletet, Izraelt. Én ott szocializáltam 30 évig, és amikor megérkeztem, akkor rájöttem arra, hogy ups, valami lehet, hogy a holdon vagyok. Tudnélik, ott az a divat, amit az ember fölvesz. Nincsenek társadalmi hatások. Jó, egy esküvőre nem megy el az ember szandálba és rövidnadrágba, vagy nem megy el egy zsinagógába, vagy egy templomba rövidnadrágba és szandálba, hanem megfelelően. Viszont a hétköznapokban az a divat, amit a szekrényből kiveszek, amiben jól érzem magam. És abban a pillanatban, hogy a társadalmi összhatások nem kényszerítenek tudat alatt bele abba, hogy nekem kelljen mennem még egyet, meg még egyet, meg még egyet teljesen fölöslegesen, ami végül a kukába landol, vagy Isten tudja, hol landol. Tehát azt az energiát, azt a befektetést a pénz megszerzésére, hogy én az itemet tudjam tartani, azt föl tudom használni másra. Azért mondom azt, hogy ez oktatás és filozófia. Igen, csak ennek viszont nem vagyok a szakértő, hogy hogyan lehet a társadalmi hatások alól mentesülni. Itt nyilván már be kellene hozni olyan
akár pszichológiai, akár olyan szociológiai kutatásokat, amely meghaladja az én szakértelmemet, de valóban ez... Az enyémet is, én csak ezt ilyen... Valóban lehet ezen változtatni. Azt azért nyilvánvalóan nehéz, tehát itt azért vannak földrajzi és történelmi adottságok. Az, hogy a magyar társadalom miért gondolja azt például, hogy bizonyos, nem tudom, ruhakollekciókat be kell szereznie, annak nyilvánvalóan vannak kulturális gyökerei. És miért van az, hogy mondjuk Izraelben teljesen máshogy gondolkodnak az emberek? Ezt nem biztos, hogy egyik évről a másikra meg lehet változtatni, de valóban a szemléletformáláson, akár úgy, hogy a magát az életmódot nem változtatjuk meg, és ugyanazokat az ilyen jóléti indikátorokat tudjuk biztosítani az embereknek, amitől nem érzik azt, hogy ők a saját jólétükbe visszaléptek volna, az viszont teljesíthető. És itt például a jólétre való előlépés az, hogyha tiszta ruhát kényelmes körülmények között fel tudnak venni. Hát abszolút, persze, hogyha belegondolunk abba egyébként, hogy mondjuk akár egy vagy két generáció alatt mennyit léptünk előre csak ezen a téren, akkor azt gondolom, hogy meg kellene tanulnunk értékelni azt, amink van. Hogy nem kapszalongyot kell a lábunk köré tekerjük, amiből aztán mindenféle problémák lehetnek, akár láblevágás is, és más megoldások vannak. Itt folytatjuk legközelebb ezt a nagyon érdekes beszélgetést. Kedves nézőim, nem más, hanem Litkei Mátéval, az MCC Klímapolitikai Intézet vezetőjével beszélgettünk, és ezt az érdekes témát folytatjuk, hisz az, hogy mennyire leszünk fogyasztói társadalom, illetve hogy érezzük jól magunkat, higgyék el, ez nem mástól, hanem önöktől függ. Most viszont a pontos idő 8 óra, tehát itt van egy objektív híradó, amit én objektívnak készítettem kollégáimmal. Ha valakinek olyan ötletei vannak, tehát ami jó irányba tereli a dolgot, akkor rajta ragadjanak tasztatúrát, írjanak, telefonáljanak, csak könyörgöm, nem éjfél után. Jön a híradó, és a híradó után jövünk vissza. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm a lehetőséget.